Szentagunarason ünnepelnek a hétvégén. A hagyományokhoz hűen az idén is megemlékeztek Szent István királyról Bácskosút falván. Topolya község elnöke nyilvános felhívást tett közzé közmunkák kivitelezésére. Brinza Bettina tábor Topolyán. Augusztus 22-én tartja hagyományos gardenpartiát a topolyai Petőfi Sándor cserkész csapat. Köszöntöm kedves nézőinket, augusztus 21-i híradónkat látják. Szentagunarason az új kenyér megszentelése kapcsán augusztus 22-én és 23-án 14-szer szerveznek többnapos népünnepét. A szombati nap a sportra és a fiatalokra összpontosít, míg vasárnap a hagyományos programokat vonultatják fel. A település civil szervezetei a helyi közösség tanácsával együttműködve minden korosztályt megszólító rendezvénysorozatot állított össze, mondta el sajtótájékoztatóján Sípos Hajnalka, a Szentagunarosi Helyi Közösség Végrehajtó Bizottságának elnöke. A továbbiakban kifejtette, hogy a vasárnapi napon követik a hagyományokat főzőversennyel, kocsikázással, játszó utcával, lángoskóstolással, az új kenyér megszentelésével, kultúrműsorral. Egy kis bulival is várják az ideérkezőket, két koncert lesz, az egyik a By the Way együttes, a másik pedig Dérheni fellépése lesz, ők Magyarországról érkeznek Szentagunarasra. A rendezvényt a Tornyos és Iványok nevű lakodalmas zenekar zárja. A hagyományokhoz hűen az idén is megemlékeztek Szent István királyról Bácskosút falván. A művelődési ház udvarában a Hadik Gyula szobrászművész által készített szobornál a református egyház kórusa elénekelte a szózatot, majd Tóth József katolikus plébános hirdetett igét és emlékezett Szent Istvánra. István király ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanúgy megfontolta minden egyes szavát, átimádkozta, mielőtt megtette volna. Mert tudta, hogy ő ugyan a királyi családban született. Minden körülménye megvolt hozzá, hogy királya legyen. De ahhoz, hogy tényleg jó király legyen, hogy maradandó király legyen, hogy maradandót alkosson, azért önmagába fordult. Imádkozott, megfontolta minden egyes szavát, tettét és cselekedetét. Szuhanics Albert Kedves az Istennek című költeményét Szabó Helga adta elő, majd Tomik Nimród a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke történelmi visszatekintőjében István király mellett Gizella királyné szerepét is kiemelte, aki sokat tett annak érdekében, hogy a magyarok áttérjenek a katolikus vallásra. Szent István fölismerte ezt, hogy csak és kizárólag akkor tudunk mi itt magyarok megmaradni, hogyha alkalmazkodunk, hogyha a korral tudunk haladni. Államalapítás, vármegye, rendszer kialakítás. Egyrészt az egyháznak a térhódítása, az, hogy javarészt külföldről szerzeteseket, papokat hívtak, akik a kereszténységre nevelték át az embereket és tanították. Gizellának hatalmas szerepe volt ebben, sőt egyes német források szerint Gizellának tudható be, ez mondjuk rá egy kicsit túlzás, de biztos vagyok benne egyébként, hogy nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a magyarok átérjenek a katolikus vallásra. A vármegye rendszer kialakítása, miért volt ez fontos? Eddig korábban mindig a törzsnek a vezetői voltak azok, akik úgymond az atyaúristenek voltak egy-egy területen, és itt pedig változott a dolog. Tehát István a saját embereit ültette hatalomra, vagy juttatta hatalomra, és onnantól kezdve ezek az emberek neki számoltak be, egyrészt adóbeszedés, másrészt fegyverkezés, tehát eddig a nomád törzsnek a vezetői azt mondták, hogy na holnap megyünk csatába, összerántották a sereget, és akkor elmentek. Na most a későbbiekben ugye ez változott, akkor már egy kicsit emlékeztet arra, mint ami most is van. Tehát saját embereivel megerősítette, vármegye rendszereket kialakította, püspökségeket, majd érsekségeket hozott létre, és az egész országba elterjesztette a római katolikus vallást. Gulyás László, a helybeli Monográfia Helytörténeti Társaság elnöke az augusztus 20-ával kapcsolatos helyi eseményeket elevenítette fel. Szent István hagyományának az ápolása, erről való megemlékezés már nagyon régi keletű. Talán az első jelentősebb esemény, amit mondanák, az 1898-ból van, amikor is itt
Maravicán, Bácskos út falván felavatták a Kossuth szobrot. Ezt a nagy, jelentős nagy falusi ünnepet Szent István napján végezték augusztus 20-án, 1898-ban. Aztán szeretném mondani, hogy nagyobb évfordulókon, a falu újratelepülésének nagyobb évfordulójain, ünnepjein, így 1936-ban is a megemlékezést Szent István napra tették, 1936. augusztus 20-án volt ez a falunk újratelepülésének a 150. évfordulója. Aztán az István napi megemlékezéshez tartozik az is, hogy ennek a falunak volt egy csodálatos nagy történelmi hírű fája, mindannyian tudjuk, emlékszünk, főleg az idősebbek, az Árpádfa. Az Árpádfa tövében rendszerint szinte minden évben István napi, Szent István napi megemlékezéseket tartottak, és ezt persze augusztus 20-a tájékán, de kihasználták ezt ennek az óriási nagy fának az árnyékát arra is, hogy itt szórakoztak, itt népviseletbe öltözött táncosok táncoltak, és megtették ezt nem csak Szent István napján, hanem megtették ezt később is szeptemberben, amikor a szüreti napokat tartották. Az ünnepség végén elénekelték a himnuszt, majd a helyi közösség, a református és katolikus egyház, az Ady Endre Művelődési Központ és a Monográfia Helytörténeti Társaság képviselői megkoszorúzták a Szent István szobrot. Állami és szakmai kitüntetéseket, valamint külhoni magyarságért díjakat adtak át Budapesten a nemzeti ünnep alkalmából. A kitüntetettek között vajdaságiak is vannak. A bácskertesi Sturc József amatőr színjátszó csoport külhoni magyarságdíjban részesült, a külhoni magyar közösségek érdekében végzett közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos, valamint a gazdasági önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért. Forró Lajos, magyar kanizsai születésű, Szegeden élő történész, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának tagja, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként magyar érdemrend tiszti kereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Hungarikumok gyűjtése terén elért eredményeiért kapott miniszteri elismerő oklevelet Fazekas Sándor, földművelésügyi tárcavezető minisztertől. Megtartotta alakuló ülését a Magyar Mozgalom. A civil szervezet alapítói augusztus 20-án Szent István napján a Palicsi Vigadóban elfogadták a szervezet alapcéljait és értékeit meghirdető hitvallást, valamint megválasztották az ideiglenes végrehajtó testületet. Az alapítók felszólalásaikban üdvözölték a kezdeményezést és a hitvallást, továbbá egyesek reményüknek adtak hangot, hogy esetenként összeegyeztethető lehet a fennálló pártagságok és a Magyar Mozgalomban végzett közhasznú munkájuk, tudósít a Vajdaság ma. Az év elejétől kezdve az Entagunarasi helyi közösség új vezetősége már több beruházást is megvalósított. 5 év után ismét működik az Ökokút és a faluban lévő játszóteret is felújították. A munkálatok a befejezéshez közelednek. A részletekről Sipos Hajnalkát, az Entagunarasi helyi közösség végrehajtó bizottságának az elnökét kérdeztük. A falunkban januárban választások voltak, tehát az idei évet egy új tanács kezdte meg. A munkájában több nehézségek adódtak, mint általában, ugye, amikor valamit újból kezdünk. Egy 5 éves szünet után kezdtük újra a munkát. Nagyon sok nehézség volt, nagyon sok probléma volt, amiket le kellett küzdenünk. Elsősorban, ami a legnagyobb nehézséget okozta, az a pénzügyi terv, mivel az előző tanácsnak a pénzügyi terve volt, tehát nehezen tudtunk bele alkalmazkodni, beleférni egy ilyen tervbe, de hát időközben történt egy költségvetésnek a változtatása a községi képviselőtestület részéről, ahol is már bele tudtuk a saját terveinket építeni a költségvetésbe. Ez azt jelentette, hogy több éves kihagyás után, tehát ez azt jelenti, hogy egy bő 5 éves kihagyás után újból működik az Ökokút például a településen, amire nagyon nagy volt az igény, és a polgárok nagyon pozitívan fogadták az újbóli működését, mivel hát az ivóvízünk olyan, amilyen. Zentagunaroson hál' Istennek nincsenek problémáink az arzénnal, viszont nagyon-nagyon vas tartalma a vízünknek, ez okoz kisebb lerakódásokat, gondokat, ami jelentkezik a vízben.
2010-ben, de hát így most jelen pillanatban ezt a problémát át tudtuk hidalni avval, hogy tiszta, minőséges vizet tudunk az ökokútból biztosítani a polgárok számára. Az ökokút itt működik a helyi közösség épületében, és 1-24 órában hozzáférhetnek a polgárok, az udvarba tudnak engedni maguknak vizet. A karbantartás folyamatos, és egyelőre nem voltak vele nagyobb gondjaink. Az, ami nekünk, én úgy gondolom, zentagunarasiaknak még egy nagyon nagy fájópontunk volt, ez az, hogy a játszóterünk tönkrement az elmúlt 5 évbe, és nem volt igazán egy olyan hely, ahol a gyerekek tudtak volna szórakozni, és a kis gyerekes anyukák, apukák, nagyszülők nem tudtak hova kivinni a gyerekeket. Ezt a problémát megoldódik mostan, avval, hogy elkezdtük az új játszótér építését, vagyis hát úgy mondanám inkább, hogy a meglévő renoválását és újraépítését, mivel van 1-2 olyan elem, amit fel tudtunk még használni a régiből, bele tudtunk építeni az újba, és hát természetesen több új elemet rakunk fel, amelyek pár napon belül, hát én gondolom, hogy már a jövő héttől rendelkezésükre is állnak a szülőknek. Ez a beruházás értéke 1,5 millió dinár, és ebben nincs befejeződve ez a beruházás. A következő évben szeretnénk folytatni, bővíteni ezt a beruházást. Topolya község elnöke nyilvános felhívást tett közzé közmunkák kivitelezésére Topolya községben a 2015-ös évre vonatkozóan. Ez a program a község munkanélküliség csökkentésére vonatkozó stratégiájának részeként a nehéz szociális helyzetben lévő, illetve nehezen elhelyezkedő polgárokat segíti. Az erre a célra szánt eszközök a munkavállalók nettó keresetét fedik, az ezen felüli további kötelező járulékokat a kivitelező cég fedezi. A közmunka maximális időtartama 6 hónap. A jelentkezési űrlap és a szükséges dokumentáció listája, valamint a felhívás teljes szövege megtalálható a község hivatalos honlapján, vagy pedig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján, illetve átvehető a községi közigazgatás iktatójában. A felhívás a megjelentetés napjától kezdve 8 napig lesz nyitva. A Tolerancia BT elnevezésű nem formális civil szerveződés Bata Rozália amatőr festő vezetésével a héten tartotta 5. alkalommal képzőművészeti napközis jellegű táborát, melyet a 15 éves korában súlyos betegségben elhunyt tehetséges Méza Bettináról neveztek el. A táborba idén 10 gyermek érkezett Kishegyesről, Gunarasról és Topolyáról. A szervezőt, Bata Rozáliát kérdeztük a részletekről. Ezen a héten, mivel 1,7 is a programunk, nappali táborról van szó, mik vannak? Hát mondjuk a festészet, először is kézművesség, hát egy kis hagyomány gyakorlás, de hát főleg a festészet az megy legjobban. Először is akvarellal kezdtünk, a színek játékát például, utána akrillal festettünk, ilyen pici kis kézműves dolgokat elkészítettünk, akkor van ilyen, hogy gyékényfonyás, most csinálja a bácsi, akit elhoztunk. Deszkákra, kidolgozott deszkákra festünk szintén csendéletet, az is folyamatban van, és nagyon sok van még a tarsolyomban, nagyon sokat szeretnék velük csináltatni. Hát, hogyha az idő megengedi, az időjárás is megengedi, meg hát az órabeli idő, ugye, akkor még több mindent akarunk ma és holnap. És akkor hát holnap van a táborzárás. A gyerekek imádnak játszani. Mondjam azt, hogy talán meg is kell, hogy engedjem, nagyon-nagyon szívem csücske az, hogy hadd játszanak. Ja, hadd játszanak, addig még nincsenek neki kötelezettségeik, tehát még szabadok, még gyerekek, még boldogok, hadd legyenek. Ott jártunk, hogy a gyerekek az entagunarosi Dzsunya Vladimirtól gyékényszövést tanultak, munkaközben kérdeztük őket a táborban szerzett élményeikről. Brucker Denis és Major Dániel visszatérő résztvevői a tábornak. Idén volt először, hogy gyékényszőttünk, meg paprikást főztünk tegnap, meg különféle rajzokat csinálunk, festünk, ragasztunk, játszunk hátul a kertbe, és meg hogyha valamit nem tudunk, akkor Ruzsi néni segít. Hát is sok mindent csinálunk, eszünk, iszunk, rajzolunk, meg ilyesmiket. Melyik volt a legszimpatikusabb foglalkozás? Hát, amikor rajzolunk. Az elkészült munkákból holnap, augusztus 22-én 13 órakor nyílik kiállítás a tábor helyszínén, a Vukarajic utca 30-as szám alatt.
Augusztus 22-én szombaton tartja hagyományos garden partiját a Topolyai Petőfi Sándor cserkész csapata szervezett iskola utcai otthonában. Mindazokat várják, akik érdeklődnek munkájuk iránt. Alkalom ez arra, hogy az idősebb cserkészek is találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek a fiatalokkal, szórakozzanak. A belépődíj 300 dinár, ami magába foglalja a vacsora árát is. Az érdeklődők a csapat otthonában jelentkezhetnek, Czellik Lajosnál vagy a csapat Facebook oldalán. Az áramelosztótól kapott értesülés szerint augusztus 24-én szünetel az áramszolgáltatás Topolyán, a Líkai és a Vajdasági utcában, a Bánáti utca egy részén, az Iván Mazsuranics, a Bolmán utcában, a Moravicai úton, a Száva Kovácsevics és a Petőfi Sándor utcában, valamint a Munkásbrigád utca egy részén, a Koszovói, az Iván Cánkár, a Presern, a Vladimir Názor, a Crvena Zvezda, a Táncsics Mihály, a Széles utcákban, a Kossuth Lajos utca egy részében, az Ivo Lallari bár, a Március 8-a, a Balzac utcában, a Bajsai úton, a Boszniai, a Milán Stantić, a Bihácsé, a Zágreb, a Marx, a Lázó Lazarevics, a Drina, a Kárpát, a Branko Radičević utcákban, a Kulai úton, a Madács Imre, a Dimitrije Tucovics, a Szingyelics Vajda, a Csépe Imre, a Tóth Ferenc, az Iván Gorán Kovácsics, a Kodály Zoltán, a Josip Merkovics és az Iván Mesterovics utcákban. Az áramszünetre 8 és 13 óra között szükség szerint kerül sor. A Topolyai Caprioló kerékpárgyár az idén is megrendezi hagyományos családi rekreációs kerékpártúráját, a Tour de Capriolót. Az eseményre szeptember 13-án kerül sor az Expo utolsó napján. A jelentkezőknek a Topolya-Bajsa Topolya távot kell teljesíteniük. A szervezők megkérnek minden túrázni vágyót, hogy részvételi szándékukat jelezzék a jezera.tura@capriolo.com e-mail címen, ahova a név és a születési dátum mellett a benevező telefonszámát kell elküldeni. 12 évnél fiatalabb gyermekek esetében a szülő adatai is szükségesek, a túra ideje alatt pedig a szülői felügyelet is kötelező. Regisztrálni így módon szeptember 1-ig lehet. Vajdaságban szombaton gyakran lesz erősen gomoly felhős vagy borult az ég, de emellett már több órás napsütésben is bízhatunk. Szórványosan záporok kialakulása várható. Egy-egy gyengébb zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél általában gyenge lesz, csupán az esetleges záporok környezetében élénkülhet meg. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 15 fok között lesz, tehát hideg lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 23 fok között a legvalószínűbb. Vasárnap már várhatóan a napsütési lesz a főszerep, de erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható. Néhol záporzivatar is kialakulhat, többnyire gyenge lesz a délkeleti légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 14 fok között lesz, hideg lesz szintén a reggel, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 25 fok között valószínű. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.cu.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.cu.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebook oldalunkon is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!